másik pedig a Prisma folyóirat, a filmes folyóirat, pedig a szerkesztője, ezért én filmtörténelemmel és a filmelmélettel is foglalkozom, mind a mellett a filmkészítéssel is, tehát kicsit skizofrén állapotban vagyok mindig, mert filmkészítőként filmtörténelemmel foglalkozni az mindig kicsit más, és visszalejelzem. Én most egy viszonylag rövid, de mert bevezetőt tartanék a két film előtt, mert ugye a Huszáriknak a rövid filmje az eddigi után a legutóbb készült rövid filmemet vettem le, mert ugye a kettő között azért van bizonyos kapcsolat, és ugye az előadás címe is, ugye a film plusz költészet, filmköltészet, és erről szeretnék egy keveset beszélni. Itt egy alapvetően kísérleti filmekről van szó, tehát olyan filmekről, amik nem elsősorban a történet mesélésre koncentrálnak, nem azért készülnek, vagy készültek, hogy történetet meséljenek. Ugye ilyenkor persze felmerül a kérdés, hogy akkor miért készül egy film, hogyha nem akar történetet mesélni, és egyáltalán filme egy film, hogyha nem mesél történetet. Én szerintem, és nyilván sokak szerint is, ettől még ezek a filmek is filmek, csak egész egyszerűen más a céljuk, más, hogy akarják megragadni a közönséget. Azok a kísérleti filmek, amik tulajdonképpen a témájukat a vágással, a montázssal, a zenei szerkesztéshez hasonló módszerekkel próbálják feldolgozni, ezeket az amerikaiak, de ugyanúgy a magyar filmtörténetben is filmverseknek nevezték el még a 60-as években. A magyar filmtörténetben a Balázs Béla stúdió volt az, ahol a 60-as, 70-es években a legfontosabb filmversek készültek, így a Huszáriknak a Relégia cím rövid filmje is. Ezek a filmek, ezek tulajdonképpen ugyanarra törekednek, mint amire a költészet törekedik, csak nem a szavakkal, és nem a verbális nyelvvel, hanem a filmnyelvvel, hogyha ez a két szavak megkezdik. Tehát nyilván a költészetnek sem, hogyha ha most eltekintünk a balladától és a elbeszélő költeményektől, a verseknek sem az a célja, hogy történetet meséljenek, hanem benyomásokat, érzéseket közvetítsenek, zenei szerkezetben, rímekben, ritmussal, stb. Most nem tudom, hogy nem akarok bemenni, és ezek a filmek, ezek a filmversek ugyanerre törekednek, csak a film eszközeivel. És a filmnek a legalapvetőbb eszköze a ritmusra az a montás, a vágás, ahogyan a képeket egymás után rakjuk a vágóasztalon, vagy most már számítógépes programokkal, mert most már elég kevesen dolgoznak klasszikus értelemben vágóasztalon celluloiddal. De az alapelve az semmit nem változik. És ezek a filmversek, ezek nagyon sokszor érdekes módon a dokumentumfilmekhez is kapcsolhatóak, tehát tulajdonképpen ezek művészi vagy lírai dokumentumfilmek is, ahogyan a Huszári filmje, mert a vágással, ezzel a költői szerkesztésmóddal dokumentumfelvételeket dolgoznak fel. Szóval azok a képek, amiket itt látni fogunk, ezek nem megrendezettek, a szó klasszikus értelmében nincsenek színészek, akik egy folyamatos jelenetet eljátszanának, hanem a valóságból vett képek, ezek ilyen töredékes, apró, közelik, akár falevelekről, akár az út, az aszfaltnak a repedéseiről, vagy emberekről készített felvételekről. Ezekből sző Huszári, illetve Huszárikhoz hasonlóan még sokan mások ebben a kísérleti filmes műfajban. Nagyon, tehát a klasszikus kompozíciónak az aranymesszét szabályának tökéletesen megfelelő kompozíció, és ez egy amatőr felvétel. És az a szép az amatőr felvételek nézésében, hogy oké, hogy csomó unalmas felvétel van, de mindig szembe jön egy-kettő ilyen,
kötet ilyen 500 valahány töredékből épült föl, és ez a töredékesség ez nekem nagyon megfogott, mert korábban hasonló módszerekkel vagy módszerek is tettem filmeket. És még a polaroidok előtt egy évvel még volt egy közös projektünk a Simonnal, aki később aztán kiszállt előlem, tehát már korábban ismertük egymást, a Rambóról készítettem egy kísérleti dokumentumfilmet, és innen az ismertség. És amikor először a kezembe került a kötete, még 2014-ben, aztán akkor jelent meg, vagy inkább 13-ban, tehát hogy keverem az éveket, akkor nagyon egyből megragadott ez az, hogy tulajdonképpen a kötet az ilyen benyomásokból épült föl, tehát még a lírának, vagy a költészetnek az alap szövetét, azt így lebontotta tényleg szavakra, mondatokra. Hát, ott van egy szuper. Köszönöm szépen. Szóval ilyen nagyon-nagyon kicsi, számozott töredékekből áll a kötet. Igazániból szerintem fél óra alatt föl lehet olvasni, vagy 3-4 óra alatt, azt hiszem a Mártonnak vannak ilyen elolvasó estény, amikor az egész kötetet felolvassa. És teljesen, és az is érdekes a kötetben, hogy nincsen, hogy a számozás az nyilván egy sorrendet feltételez, viszont nem sorrendben követik egymást számszerűen a versek, hanem teljesen össze-vissza, így arra invitálja az olvasót, hogy kalandozom a kötetben, nincs benne egy bármilyenféle rendszer. És én is, tulajdonképpen amikor hozzányúltam a kötethez, az volt a célom, hogy a nekem tetsző töredékeket kiválogassam. Nem volt az a cél, hogy az egész könyvet feldolgozzam, és így csak olyan tizenvalahány vagy huszonvalahány töredék került bele a filmbe. És ami meg másik cél az volt, hogy a filmnyelvvel, tehát a filmképekkel meg a hangokkal reagáljak egy-egy ilyen szövegtöredékre. És nem feltétlenül a reagálás alatt nem feltétlenül azt értem, hogy illusztratíve megjelenítem azt, hogy szavakkal le van írva, nyilván az nem lenne annyira érdekes, hanem a saját asszociációimat, a saját olvasatomat hozzáadjam, illetve a képek, a szöveg és a hangok valamiféle a kötethez hasonló élményt nyújtson. Hát, nyilvánvalóan az ember nem úgy kezd el filmet készíteni, hogy egy programszerű ilyen deklarációt ír magának, de hát ugye meg kéne fogalmazni, hogy mi volt az indítatásom a filmkészítés előtt, vagy közben, akkor technikai szempontból még annyit érdemes tudni a filmről, hogy azok a képek, amiket majd látni fognak, azok a mozgóképek, azok mind családi videókból, illetve családi Super 8-as felvételekből lettek összevágva. Ezeket nem az internetről szedtem le, hanem az évek során összegyűjtöttem egy csomó Super 8-as filmet, filmtekercset, holhapiacokon, ismerősök, nagyszüleink keresztül, stb. Tehát így összepuberáltam több tucat filmtekercset, és ezekből a filmtekercsekből készítettem el ezt a filmet, mint csomó más korábbi filmet is. Tehát itt tulajdonképpen a Huszári filmjével ellentétben egyetlen egy kockát. Na jó, néhány beállítást én forgattam, de azt most nem mondom el melyiket. Szerintem nem is fog feltűnni önöknek, hogy melyik a talált nyersanyag, vagy a talált kép, és melyiket forgattam én. Szóval a különbség a Huszári filmje meg e között a film között, nyilván az egyik, hogy a Huszári filmje egy mestermunka, ezt majd meg eldönti majd az utolsót. Kiválasztottam és megvágtam a filmet és kész, hanem
bár nem volt sürgetés, nem, semmi nem volt mögöttem, így ez akár 20 évig is készülhetne, vagy 2 hét alatt is meg lehet csinálni. Sőt, szerintem 3 nap alatt is össze lehet vágni. És én meg ugye ültem fölötte, van, amikor az ember ott hagyja 2 hónapig, 2 hétig, nem is gondol rá, és ez nagyon jót tesz. Ilyenkor meg újra leül hozzá, és ez, és olyan, mint hogyha folyamatosan, nem tudom, hogy jazzen élne az ember, vagy folyamatosan improvizálna, hogy amikor újra és újra leül a filmhez, akkor azt látod, hogy így, hú, ez tök jó az a részlet, de igazából mi van, hogy ez a szöveget ezt kiveszem innen, és tök másik szöveget rakok be. És ezért a kérdésedre az a válasz, hogy nem volt eldöntve semmi előre, csak az, hogy a szövegek lesznek benne, de hogy hány és hogy mi, az folyamatosan változott, és volt olyan, hogy itt meg volt 3 epizód, szövegfilm, szövegfilm, és akkor kivettem egy szöveget, és összetoltam 2-t. De nem is olyan jó az a szövege, nem illik ide, kivettem, összetoltam, és akkor lehet 2 rövid epizódból 1. Most nem mondom meg, hogy melyik, de hogy bármelyik lehetne. Volt olyan, amikor egyszer fogtam a szöveget, kitöröltem, és betettem egy teljesen másik szöveget ugyanahoz a képhez. Tehát egy képhez hozzá se nyújtam. És így tulajdonképpen csomószor az volt, hogy a képet vágtam össze. Mert ugye nem az van, hogy illusztrálni akartam a verset, hogy jó, hát akkor itt most arról beszélünk, hogy Eduardo Katz, biológus professzor Petúnia, akkor most én nem kezdtem el keresgélni a petúniákat. Gyakorlatilag köze nem volt ennek. Semmi köze. És ez a szép, mert hogy ez a mondat is azt hiszem egy... tehát ennek mondat, tehát az egész versenyeket így épült föl. Csomó vendégszöveg van benne. Aztán pont ez is egy vendégszöveg. Én nem is tudom honnan. És hogy engem is pont azt fogott meg, hogy én olvasom, és akkor így, Jézusom, mi ez a mondat? Tehát ez mi? És hogy azt szerettem volna, hogy lehet, hogy ez működött, lehet, hogy nem, hogy például ezután a mondat után valami olyan legyen, tehát szinte bármit tud az ember, akkor valami hatás kivált, viszont egy hogyha meg egy ilyen... Igen, és utána a képen is egy ilyen üres teret láttunk, ahol egy nő ül az oldalt, és csak egy növény van ott hátul, tehát hogy az egyébként az egy videófelvétele, egy 90-es évek elejé kiállítás megnyitóról, ahol a egy ilyen háttér információ, hogy tehát hogy ez egy kiállítás megnyitó készült felvétel, ahol a kamerát valaki bekapcsolva hagyta, és a kiállítás megnyitó ember, aki ugye beszédet tartja, az elsétált, és a háttérben ott ült egy néni, és az 2 percig megy ez a felvétel. És nagyon megtetszett, hogy ez a jellegzetes ilyen 80-as, 90-es évekbeli ilyen falberakásos tér, ezekkel a ronda dísznövényekkel, ez nem tudom, hogy valahogy illet hozzá. Tehát lényegében igen, tehát lényegében a kérdésedre válaszolva nem volt eldöntve előre semmi, hanem folyamatos játék. Tehát ez nem egy nagy legó, hogy így megvannak az elemek, a felvételes végül 10 órában miért pont ezeket válogatom ki? Azért, mert nézem, és megtetszik. Miért pont ezt tetszik meg, az már nem tudom, azt már csak egy pszichológus tudná megmondani, és nem az én dolgom, nem is akarom ezt megmondani, de hogy nézem a felvételeket, ez megtetszik, kiveszem, és egy csomó ilyen töredék van, és akkor ezeket elkezdem egymás mellé tenni, és akkor nyilván újra és újra megnézi az ember, egy éven keresztül már fejből tudtam, hogy mit tudom én, vágás közben az emberi azt érzi, hogy de jó lenne most ide egy gyerek, ahogy fut. Valami futás balról jobbra, az milyen jó lenne, és akkor emlékszem, hogy jó, ezen a tekercsen van egy futás, és akkor azt megnézzük, hogy oda passzol-e. Tehát az egész tényleg van egy ilyen totális szabadsága, nincs sztori, nincs semmi, csak ez a hullámzás van, és a pont a totális szabadság az, ami egyébként meg nagyon félelmetes, tehát hogy az nagyon-nagyon rossz, tehát hogy ha egy művésznek azt mondják, hogy nincs gát, és nincs korlát, és nincs semmi, akkor van mindig a nagy blablokkolás. Tehát az önkorlátozás az mindig nagyon jó, én is nagyon szeretem, és végül is itt is volt korlát, tehát a szöveghez hű kellett lenni.